Az önkéntesek számára egyszerűsítették az adórendszert. A teljes körű orosz invázió előtt ahhoz, hogy valaki hivatalosan önkéntes legyen és a gyűjtéseket ne terheljék adóval, egy speciális bankszámlát kellett nyitnia, banki bizonylatot és kérelmet kellett benyújtania az adóhivatalhoz, és csak így kaphatott önkéntes státuszt. Az orosz invázió után jelentősen nőtt azon személyek száma, akik az önkéntesek szükségleteire kezdtek pénzgyűjtést. Az ukrán jogszabályok értelmében a kapott adományok után pedig valamennyiüknek 19,5%-os adót kell fizetniük. Annak érdekében, hogy ezt ne tegyék, és az adóhivatalnak sem legyenek fenntartásai az önkéntesekkel szemben, egyszerűsített eljárás szerint legalizálják tevékenységüket. Bizonyos törvénymódosításra került sor. Míg korábban valaki regisztrált az önkéntesek nyilvántartásába azzal a céllal, hogy jótékony vagy humanitárius tevékenységet folytasson, speciális bankszámlát kellett nyitnia. Az orosz invázió kezdete óta jelentősen megnőtt az önkéntesek száma, viszont sehol sem voltak nyilvántartva, vagyis sem önkéntesként, sem vállalkozóként nem voltak regisztrálva. Ukrajna 2747-es számú törvénye értelmében azonban 2023. január 1-jéig regisztrálhatnak, és ennek alapján önkéntes tevékenységet végezhetnek. Azokat a pénzadományokat, amelyek erre a speciális bankszámlára érkeznek, nem terhelik adóval. Az eljárásnak két módja van. Az erre vonatkozó űrlapot az adóhivatalba kell benyújtani, név, adószám és annak a bankszámlának a száma, amelyre korábban érkeztek pénzösszegek, és elektronikus formában is be lehet nyújtani, vagyis mindenki kiválaszthatja a számára kényelmes formátumot.